A Városvédő és Szépítő Egyesület a műveltségi vetélkedőre a történelmi Zempléni térség valamennyi iskolájából várták a 12-től 14 éves korig a tanulókat. Akik itt vannak, ezek a csapatok, mind-mind akár határ másik oldaláról, akár innen vannak. Ezek a gyerekek mind-mind Rákóczi valamikori birtokain lévő településekről jöttek, élnek. Márpedig valakinek tudnia kell települési történelmét, illik elhelyeznie magát és ezt a kort és a múltját valamilyen szinten. És én azt hiszem, hogy ezek a gyerekek azzal lettek többek, amennyi idejük és lehetőségük volt felkészülni, tudásukat gyarapítani Rákóczi szabadságharcból és Rákóczi Ferenc korából. Több fordulós vetélkedőt állítottak össze a rendezők az idén is, igyekezve változatossá tenni a versenyt. A nehéz anyagi körülményeink ellenére is szép számmal tudtuk fogadni a csapatokat, ezért köszönet illeti az Egyesület aktív tagjait, de számíthattunk Szamosvölgyi Péter polgármester úr támogatására is. Megragadnám az alkalmat, hogy elismerésemet fejezzem ki a diákok felé, kik felkészülten a birtokukban szerzett legjobb tudással indulnak a legnagyobb cél eléréséért, elnyeréséért. És a legnagyobb köszönet a pedagógusoké, kik erőt, energiát nem kimélve felkészítették, törődtek, foglalkoztak az intézmény tanulóival e méltó versenyre. A vetélkedőn 23 csapat vett részt 3-3 fővel, a téma pedig Rákóczi élete és kora volt. Előzetes felhívás alapján az ígért második Rákóczi Ferenc könyvből kell készülniük a tanulóknak, de minden esetben meghagyjuk azt a lehetőséget is, hogy a saját tankönyvükből ezen témakörön belül bármit hasznosíthatnak. Itt a gyerekek tudására, felkészültségére voltak kíváncsiak a szervezők. A felkészítő tanárok fantáziájára és kitartó energikus munkájára számítva állítottuk össze a feladatokat, amelyekben szerepelnek totó feleletválasztásos kérdések, memóriát fejlesztő és mérő kérdések, ezen kívül képfelismerés, topográfiai ismeretek. A verseny résztvevői minden évben értékes díjakban, jutalmakban részesülnek a nehéz gazdasági helyzet ellenére is. De a legtöbb, amit kaphatnak, az a tudás, amit a felkészülés során szereztek erről a korról és a nagyságos fejedelemről.